Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, nem kell különösebben romlania a víz minőségének, ha a pusztulás az időjárás következménye is lehet. Időjárás változások, légnyomás csökkenés, hirtelen növekedés előáll, akkor bekövetkezik rendszerint halpusztulás. Hogyha ez még egy ilyen kiadósabb hőséggel is párosul, akkor oxigénhiányos állapotok is felléphetnek, amire megint érzékenyek a halak, és hogyha netán az által éren érkezhetett olyan szennyeződés, amire egy picit azért gyanakszunk, hiszen az által érnek inkább az öregtó fölötti szakaszán volt több elpusztult hal mostanapokban, akkor azért azt érdemes, illetve illik kivizsgálni. De reméljük, hogy nem üti meg azért azt a mértéket, hogy egy ilyen rendkívüli halpusztulásról beszélhessünk, hanem inkább csak egy úgymond szokásos nyári halpusztulással állunk szemben. A haltetemeket a Tatai Mezőgazdasági RT halászai összegyűjtötték, de természetesen a vizsgálat nem marad el. A vízügyi igazgatóság is már járja itt az általér környező szakaszait, hogy hol, milyen, mennyire jellemző, mennyi hal pusztulhatott el, és hogyha tényleg ez a szokásos mértéket meghaladja, akkor biztos, hogy értesítik a felügyelőséget, vízmintavétel, majd nyomozás és mindenféle egyéb dolog, hogyha tényleg olyan mértékű a dolog.